Sokkoló képsorokat rögzítettek a kabuli repülőtéren. A kétségbeesett afgánok egy hatalmas amerikai katonai gépre próbáltak meg felmászni, hogy úgy meneküljenek el a tálibok által megszállt országból. Voltak, akik a futóművön csüngtek, mások kis kapaszkodókat kerestek a gép külső burkolatán. A felszállást követően legalább hárman lecsúsztak és a halálba zuhantak. A hatóságok azóta helikopterekkel próbálják meg elkergetni az embereket a kifutópályákról. Szemtanúk szerint már délelőtt is többen meghaltak a kabuli légi kikötőben egy lövöldözés során. A repülőtér hétfő óta zárva tart a civilek számára, és az összes kereskedelmi járatot törölték. Sokan ugyanakkor olyan információkat láttak a közösségi médiában, amik szerint egyes országok, például Kanada, elfogadják a menedékkérelmüket, ezért a repülőtérre siettek. Washington 6000 katonát küldött, hogy elszállítsanak mintegy 30 ezer amerikait, valamint azokat az afgán civileket, akik együttműködtek velük, ezért megtorlásra számíthatnak.